Budapest. Sokak szerint Európa egyik legszebb fővárosa. Akárcsak a szomszédos Bécs és Pozsony, úgy Budapest is a Duna két partján terül el. A város már földrajzi fekvésénél fogva is meglehetősen sokszínű, hiszen eltérő jellegű tájak, a hegyes lankás Dunántúl és a sík felületű Nagyalföld találkozásánál keletkezett. De két évezredes történelme, melynek minden korszaka otthagyta a kézjegyét a város arculatán, még színesebbé, érdekesebbé formálta. A nyugati part dombjaira épült, hegyektől övezett, csendesebb, patinás Buda, a hangulatos Óbuda és a keleti part lapáján kitárulkozó élénkebb Pest 1873-ban egyesült. A város legrégebbi elődje kelta település volt. Lakói Akinknek, bővízűnek nevezték városukat, ebből adódik a későbbi Aquincum elnevezés az akkori Pannonia fővárosára, melyet Róma időszámításunk első századában hódított meg, és fejlesztett 100 000 lakósú nagyvárossá. Ennek a kornak számos emlékét láthatjuk ma is, főleg Óbudán. A honfoglaló magyarok fejedelmi törzse a 9. században telepedett meg itt. A tatárjárás után fallal övezett, várral erősített város teremtett a középkori Buda alapítója, IV. Béla király. Korvin Mátyás idején Európa szellemi központja lett. A 16.-17. században szultáni uralom alatt török várossá változott. Ennek nyomait ma a török fürdők mutatják. A város barokk műemlékei főként a 18. században épültek, majd a 19. században a reformkor idején lépett a nagyvárosi fejlődés útjára. Ekkor épült ki a város mai szerkezete, alakult ki úthálózata, és épültek meg sokat csodált házai terei. Az 1873-as egyesülés után 1896-ban a honfoglalás ezredik évfordulója adta a következő lökést a város fejlődéséhez. Ekkor épült a Hősök tere és a Vajdahunyadvára. A II. Világháború pusztításából újjáépült város ma is folyamatosan épül, megújul, változik, sőt növekszik, de emlékeit is megőrzi. A mai Erzsébet híd környékén mindig is dunai átkelő működött. E körül alakult ki Pest történelmi városmagja. A főváros egyik legszebb sétálóhelye a Dunakorzó, ahol gyakran rendeznek népművészeti vásárokat. Az előtte elhaladó sétahajókról élvezhetjük a Duna felől feltáruló számtalan látnivalót. A hidakat,
Gellért hegyet, a parlamentet, és a várat. A Vigadó ma is koncerteknek és más kulturális eseményeknek ad otthont. Egykor Liszt, Wagner, Strauss és Bartók is játszott itt. Lüktető, nyüzsgő belváros szíve a Vörösmarty tér. Itt van a Kisföld alatti egyik végállomása. Jó időben a híres Zserbó cukrászda teraszáról lehet élvezni a város forgatagát. Tér közepén a névadó nagy költőszobra áll. Innen indul a Váci utca, a város legelegánsabb és legdrágább sétáló utcája. Dísz burkolata az egykori városfal maradványait rejti. Presszók és kávézók kellemes teraszai között divatárú, népművészeti és ajándékboltok váltják egymást. Említést érdemel a 100 éves étterem, a barokk szervita templom, és az előtte álló Mária oszlop. A városháza hatalmas épülettömbje invalidus kaszárnyának épült, egy időben a belváros barokk templomaival és házaival. A párizsi udvar gyönyörű épületében hangulatos passzázsok kötik össze a Petőfi Sándor utcát a Kígyó utcával és a Haris közzel. Az Erzsébet híd felhajtójánál őrszemként állnak a Klotild paloták. A századfordulón épített, barokk, eklektikus épületekben az üzletek és irodák mellett kaszinó és kiállítóterem is működik. A Nerejdák kútja Pest első szoborral díszített közkútja volt. A Ferenciek terén álló templom egyik érdekessége az 1838-as nagy árvíz hősének, az árvízi hajós Veselényi bárónak emléktáblája. A vízszintjelzés érthetővé teszi, hogy miért pusztult el akkor a város 4200 épületének több, mint a fele. A nemrég felújított Dunapalota a Váci utca Nagyvásárcsarnokig tartó szakaszának elején áll.
A Szabadsághíd lábánál áll a több mint 10.000 négyzetméter alapterületű, téglahomlokzatú, mázas cseréptetővel borított, attraktív nagyvásárcsarnok. Élénk forgatagával, változatos árukínálatával minden turista számára érdekes látnivaló. A Magyar Nemzeti Múzeum az ország első és legnagyobb közgyűjteménye. Alapjait gróf Széchenyi Ferenc teremtette meg 1802-ben. A múzeum épülete Pollak Mihály méltán híres főműve. A 8 oszlopos timpanonnal díszített klasszicista palotában Magyarország történetét, a koronázási jelvényeket és a természettudományi múzeum kiállításait láthatjuk. A múzeum kert kellemes pihenőhely, melyet tudósok és költők szobrai díszítenek. A Kiskörút és a Dohány utca sarkán áll Európa legnagyobb működő zsinagógája, melyben a zsidó vallási és történeti gyűjtemény található. A bizánci, mór stílusú romantikus épület a szomorú emlékű pesti gettó kapuja volt. Ennek mementója az udvarán álló emlékmű. Az Erzsébet téren felállított Danubius kutat Magyarország folyóit jelképező szobrok díszítik. A Szent István Bazilika a főváros legnagyobb temploma. Hild József és Ybl Miklós monumentális művét 1905-ben szentelték fel. A volt tőzsdepalota, reprezentatív épülete, jelenleg a Magyar Televízió székháza. A Batthyány örökmécses az itt kivégzett első felelős magyar miniszterelnökre emlékeztet. Budapest egyik legszebb és legnagyobb tere a 65.000 négyzetméteres Kossuth Lajos tér, melynek Dunaparti oldalát foglalja el az Országház. Hazánk legismertebb és legimpozánsabb épülete, melynek méretei lenyűgözőek. Hossza 268, magassága 96 méter. Az országgyűlés a millennium évében tartotta itt első ülését. A londoni parlamentre emlékeztető palota Steindl Imre tervei alapján épült eklektikus stílusban. Részleteiben neogótikus, barokk és reneszánsz elemek is felismerhetők. A parlamentet turisták csoportosan idegenvezetővel látogathatják. József Attila szobra a rakpart lépcsőin ülve ábrázolja a nagyköltőt. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Thank you.
A nyugati pályaudvar impozáns épületét a párizsi Eiffel-cég építette annak a vasúti indóháznak a helyén, ahonnan az első magyar vonat indult Pestről Vácra 1846-ban. A nagykörút Pest legforgalmasabb főútvonala, melyet Dunától Dunáig teljes hosszában, több mint 4 kilométeren keresztül mindkét oldalán üzletek, vendéglők és presszók szegélyeznek. A Víg Színház a három körúti színház egyike. Kupolás neobarokk épületét bécsi építészek építették a századfordulón. Az Állami Operaház Andrássy úti palotája Magyarország egyik legszebb középülete, Ybl Miklós alkotása. A középrész sarkain a múzsák, míg a homlokzat főpárkányán 16 operaszerző szobrait helyezték el. Árkádos kocsi feljárójának két oldalán Erkel Ferenc és Liszt Ferenc van megörökítve. Ilyen volt és ilyen lett a milleniumi kisföld alatti. Az Andrássy utat méltóan zárja le a vele egy időben épült Hősök tere és az ott állított milleniumi emlékmű, mely Budapest egyik jelképe. Téren a Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum palotája áll egymással szemben. A Szépművészeti Múzeum igen jelentős egyiptomi és antik görög gyűjteményt tár a látogatói elé. A régi szoborgyűjtemény a 13. századtól a 18. századig tartalmazza Európa sok híres alkotását.
Képtárában többek között Goya, Greco, Raffaello, Tiziano, Rembrandt, Cézanne, Gauguin és Monet művei láthatók. Gábriel arkangyal védőn emeli karját Árpád és a honfoglaló vezérek lovas szobra fölé. A két negyedköríves oszlopcsarnokban magyar uralkodók szobrai kaptak helyet. A Városligetet egy francia kertész álmodta Mátyás király vadas kertje helyére. A csónakázótó a milleniumi kiállításra készült. Nyaranta csónakázni, télen korcsolyázni lehet rajta. A Vajdahunyad várat ugyancsak a milleniumi kiállításra építették, ideiglenes jelleggel, fából. Rendeltetése az volt, hogy bemutassa az akkori Magyarországon található építészeti stílusokat, meglévő épületek részleteinek hű visszaadásával. Az óriási sikerre való tekintettel a kiállítás után kőből újra megépítették. A várban a Jáki templomot idéző kápolna működik. Az anonimus szobor harmadik Béla király névtelen jegyzőjét ábrázolja, aki 1200 körül megírta a magyarok krónikáját. A vár barokk traktusában a mezőgazdasági múzeum kapott helyet. Thank you.
A Széchenyi fürdő Európa legnagyobb gyógy- és strandfürdője. Gyönyörű épületét 1913-ban emelték. Az itt feltörő 77 Celsius fokos gyógyvíz elsősorban reumatikus, ízületi és mozgásszervi panaszokra hatásos. A kezelést masszázs, szauna, súlyfürdő és más gyógymódok egészítik ki. Három medencés, nyitott, napozó teraszos strandfürdője, az édes semmittevés fellegvára. Újdonsága az élménymedence. Pezsgőfürdővel, sodrófolyosóval és állómasszírozóval. Több mint 100 éves Gundel az egyik legismertebb magyar étterem. Néhány lépésre az állatkert főbejáratától. A fővárosi állat- és növénykert 16 hektáros területén 3500 különböző állatot és 1500 növényfajt mutat be. Épületeinek egy részét Kós Károly tervezte. Az európai hírű pálmaház felújításával végéhez közeledik a park teljes rekonstrukciója. A Városliget az 1800-as évek elejétől Wurschliként, angol parkként működött, mutatványos bódék, céllövöldék, hajóhinták vonzották a látogatók tízezreit. Ma a mutatványosok helyett a fővárosi nagy cirkusz artistái szórakoztatják a közönséget. Az óriás kerék, a hullámvasút és a körhinta pedig beköltözött a Vidám parkba.
Városligetben van a közlekedési múzeum is, ahol sok egyéb mellett láthatjuk Budapest hajdanból tömegközlekedési eszközeit, a lóvasutat, omnibuszt és néhány érdekességet a vasút, illetve az autózás történetéből. Zugló Budapest egyik szép zöldövezete. Híres a dalban is megénekelt Stefánia út, és rajta a Honvédség művelődési házának palotája. A szecessziós építészet egyik remek műve a Földtani Intézet épülete. Itt található a Népstadion és jó néhány más sportlétesítmény. A keleti pályaudvar 7500 négyzetméteres alapterületével Budapest legnagyobb pályaudvara. A századfordulón épült, és mára a városkép meghatározó eleme lett. A Duna, melynek mélysége 3 és 9 méter, szélessége 285 és 640 méter között ingadozik, Budapest szívén halad keresztül. A város területén 7 közúti és 1 vasúti híd íveli át. Látványos műemlék a Fővám tér és Gellér tér között épült Szabadsághíd, melyet eredetileg Ferenc Józsefről neveztek el, akinek jelenlétében 1896-ban megnyitották. Az eredetileg Szabadsághídhoz hasonló stílusú, de láncszerkezetű gyönyörű Erzsébet hidat a II. Világháborúban elpusztították. Helyén 1964-ben készült el az új modern vonalú kábelhíd. Lánchíd első állandó Dunahidunk, a hét közül a legszebb. Széchenyi István kezdeményezésére, Clark Ádám vezetésével angol mérnökök tervei alapján készült.
Két diadalívszerű, klasszicista pillér tartja a vasláncokat, melyekre a pályatestet függesztették fel. A híd a város egyik jelképe, számos anekdota fűződik hozzá. A francia mérnökök és építészek munkáját dicsérő Margit hídról a sziget déli csúcsához lehajtót építettek, melynek megnyitása a kor nagy eseménye volt. A Margit-sziget 2500 méter hosszú, látnivalókban gazdag, több mint 96 hektár területű park. Zöld lombjai alatt sétáló utak, műemlékek, vendéglátóhelyek, fürdők és sportlétesítmények bújnak meg. A középkorban a Nyulak szigetének hívták, és több szerzetesrend épített itt kolostort, néhánynak a romjai még ma is láthatók. A sziget névadójának, Szent Margitnak sírja a Domonkos templom és Apáca kolostor romjai között található. A szigetet a 19. század közepére angol parkká alakították, ahol az 1867-ben felszínre hozott gyógyvíz lehetővé tette a fürdőélet kialakulását. A sziget Árpád híd felüli végében, a két nagyszálló lábainál, tóval, vizeséssel és sziklakerttel díszített kis japán kert csodálható meg. Kedves nevezetesség az eredetileg Marosvásárhelyen álló Zenélőkút másolata. Az 52 méter magas víztorony tövében működik a 3500 főt befogadó szabadtéri színpad. A szigetre kocsival nem hajthatunk be, mégis számos közlekedési eszköz között válogathatunk. Hosszan elnyúló palatinus strandfürdőben négy különböző hőfokú és rendeltetésű medencében fürödhetünk. 38 fokos kénes hidrogénkarbonátos gyógyvize elsősorban mozgásszervi betegségek kezelésére alkalmas. Vörös téglaborítású sportuszodát Hajós Alfréd, az első aténi olimpia magyar úszóbajnokának tervei alapján építették. A közelben az atlétikai centrum stadionja.
A sziget északi részén áll az Árpád híd. Helyén már Aquincum idején is kőhíd állt. A jelenlegit 1939-ben kezdték építeni, de csak a háború után adták át a forgalomnak. Óbudához tartozik a római part, a budapestiek kedvelt kirándulóhelye, melyen vízisporttelepek, büfék, üdülők, csónakházak, kempingek és éttermek váltják egymást. Ez a kerékpárosok és kajakkenusok paradicsoma. De lehet napozni is. És a büfék napernyői alatt jól esik egy korsó sör. Főtéren a városháza és a halászkert még őriznek számunkra valamit a régi Óbuda hangulatából, melyről legjobban Krúdi írásaiból és Zórád Ernő akvarelljeiből alkothatunk képet magunknak. Óbuda 18. századi földesurainak, a Zichy családnak barokk kastélya ma kulturális központként működik. Az ország egyik legrégebbi gyárépítményének számít a jellegzetes ovális alaprajzú selyemgombolyító. Az 1940-ben feltárt Nagyszombat utcai amfiteátrum küzdőtere nagyobb, mint a római Kolosseumé. A körszínházat katonai parádékra, kocsiversenyekre és gladiátor küzdelmekre is használták. Jellemző a rómaiak vízkultúrájára, hogy az aréna alatti nagyméretű csatornarendszer segítségével a porondot vízi csaták céljára vízzel lehetett elárasztani. Kiscell az osztrák Mariazell zarándokhely után kapta a nevét, mert a híres kegyszobor másolatát egy itteni kápolnában helyezték el. A Kiscelli Múzeumban ma a Budapesti Történeti Múzeum újkori kiállítását láthatjuk. Óbuda megújulása elsősorban a Kolosi tér környékén szembetűnő. A budapestiek és az ide látogató turisták kirándulásainak kedvelt célpontja a Hűvösvölgy.
Az eredeti szépségét visszanyert közlekedési csomópont szolgál kiindulásul a budai hegyek megismeréséhez. Fogaskerekű, Alpokban edződött osztrák kocsiaival juthatunk fel a Széchenyi hegyre, ahol kicsik és nagyok kedvence a gyermekvasút vár. Libegő, csodálatos panorámát tár elénk, miközben a Jánoshegyi kilátóhoz visz. Lefelé utaztunkban a budai hegyek és a rózsadomb látványában gyönyörködhetünk. Budapest egyik legnagyszerűbb látnivalója a Budai Vár Műemlékegyüttese, mely nemzetközi viszonylatban is egyedülálló és a világörökség részét képezi. A Várhegy mintegy 60 méterrel emelkedik a Dunapart fölé, és mind a Duna, mind a Vérmező, mind a Gellért-hegy felől impozáns látványt nyújt. A vár megszakításokkal bár, de évszázadokon át volt a magyar uralkodók székhelye. Napjainkban főleg kulturális és idegenforgalmi célokat szolgál. Itt működik az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Országos Levéltár, a Műemlékfelügyelet, a Várszínház és számos múzeum, így többek között a Hadtörténeti Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum, a Zenetudományi Intézet és a Magyar Nemzeti Galéria. De található itt kereskedelmi és vendéglátóipari, illetve patika múzeum is. A bécsi kapun belépve a várnegyedbe, először a budavári evangélikus templomot pillanthatjuk meg, majd a levéltár hatalmas palotája mellett elhaladva a Mária Magdolna templom maradványaihoz jutunk.
A 750 éve épült egykori helyőrségi kápolnából a II. Világháború után csak a torony maradt meg. Mögötte romkertet alakítottak ki. A 1,5 kilométer hosszú várnegyed vérmező felüli oldalát hangulatos sétány szegélyezi. A házak különböző történelmi korokból származnak, különböző építészeti stílusokat képviselnek, mégis harmonikus egészet alkotnak. A gondos műemléki helyreállításnak köszönhetően számos ház nyerte vissza részben vagy egészben középkori arculatát, de még a barokk vagy klasszicista házak vakolata alól is kilátszik egy-egy középkori részlet, ablakkeret vagy oszlopfő. Várnegyed házainak jellegzetessége a kapuajakban látható gótikus ülőfülke. Rendeltetéséről megoszlanak a vélemények, valószínűleg az őrség pihenőhelyéül szolgált. A Hilton szálló épülete magába foglalja az egykori Szent Miklós kolostor romjait és a dominikánus udvart is. A budavári Nagyboldogasszony templom, vagy ahogy jobban ismerjük, a Mátyás templom, Magyarország egyik legkiemelkedőbb műemléke. A 13. századtól épült több szakaszban, gótikus stílusban. Az egykori háromhajós bazilikát Nagy Lajos és Zsigmond király egyhajós gótikus csarnoktemplommá alakította át. Mátyás a magasabbik toronnyal és a királyi oratóriummal bővítette ki. A koragótikus elemekből tervezett főoltár központi alakja a sugárkoszorús Nagy Boldogasszony szobra. Az üvegfestmények Székely Bertalan tervei nyomán készültek. A templom számos történelmi esemény színhelye volt. Itt koronázták meg Károly Róbertet, és itt volt Mátyás mindkét esküvője. Zsigmond kora óta szokássá vált, hogy a hadjáratok során zsákmányolt jelvényeket és zászlókat itt helyezték el. A törökök Buda bevétele után dzsámivá alakították. Az 1800-as évek közepétől jelentősége ismét megnőtt. Itt koronázták meg Ferenc Józsefet, majd IV. Károlyt, és számos más országos hírű esemény zajlott itt. Itt van elhelyezve a magyarok kedves királynéjának, Sziszinek gyönyörű fehér márvány szobra. A sekrestye melletti Szent Háromság kápolna szarkofágjában nyugszik harmadik Béla és felesége Chatillon Anna.
Az altemplomban látható a IV. Bélakori templom számos kőfaragványa. A vörös márvány koporsó a székesfehérvári királysírok csontmaradványait őrzi. Az altemplomból csigalépcső vezet a királyi oratóriumhoz, ahol a koronázások alkalmából használt miseruhák és erekjék mellett a Szent Korona másolatát is láthatjuk. A kiállítás anyagából sok alig ismert érdekességet tudhatunk meg, például a kutatásoknak azt a bizonyítékokkal alátámasztott eredményét, hogy a magyar koronát örményországi ötvös művészek készítették. A Mátyás templom mögötti teret, keletről lezáró bástyarendszert Sulek Frigyes építette a századfordulón. A neoromán stílusban kialakított, kilátó teraszokat és tornyokat is magába foglaló látványos bástyarendszer a korábbi vörös téglás védfalak helyén épült. A középkorban a templom melletti téren volt a halpiac, és az erődnek ezt a szakaszát a halászok célja védte, ez adta a jóval később épült bástya nevét. A halászbástya a budapesti városkép egyik meghatározó eleme lett. Jellemzői a románkori kolostorok kerengőire emlékeztető árkádsorok, a fedett és nyitott lépcsők, a cserép nélküli, fehérkővel fedett csúcsos tetők. A főtornyot és a díszlépcsőt a vezérek szobrai díszítik, míg a jezsuita kapu oromzatába gótikus kőoroszlán domborművét falaszták be. A Szent Háromság szobrot az 1709. évi nagy pestis járvány után állította a város lakossága. Az egykori budai városháza épületét díszíti városvédő Pallas Athéné szobra. A Clark Ádám tér és a Sándor palota között létesült Európában másodikként a 95 méter hosszú budavári hegypálya, közkedvelt nevén a Sikló. A Szent György téren álló Várszínház a Nemzeti Színház kamaraszínháza. Előtte elhaladva jutunk a várpalota kerítéséhez és kovácsoltas kapujához, melynek dísze a millennium emlékére felállított hatalmas turulszobor.
A karmában kardot tartó hatalmas madár, Donát Gyula műve. A budavári palota a Várhegy déli részén emelkedik. A királyi rezidenciát és a védelméül szolgáló várfalakat IV. Béla építette a tatárjárás után. A teljes védelmi rendszer Zsigmond király idejében épült. Mátyás király igazi reneszánsz udvart hozott létre. Szinte minden uralkodó a saját és a kor ízlésének megfelelően alakítatta át. A török időkben a lőszerraktár felrobbanásával kezdődött, és az 1686. évi ostrommal teljesedett be az épület pusztulása. A maradványok felhasználásával Mária Terézia uralkodása alatt jött létre a ma látható várpalota, melyet 1945 után ismét teljesen felújítottak. Sok középkori épület maradványa csak ekkor került elő, és az ásatások még napjainkban is folynak. A Budapesti Történeti Múzeumban láthatjuk a Középkori Buda királyi várpalotája című állandó kiállítást, ahol többek között a feltárás során talált szobrokat, szobortöredékeket is bemutatják. A keresztboltozatos gótikus nagytermet lovagteremnek használták. Bensőséges hangulatú a királyi házi kápolna. A királyi pincében az Anjou palota támpilléres homlokzat részét és egy gyámköves erkélyt láthatunk. A déli palota udvaron át a nagy rondella és a buzogánytorony felé hagyjuk el a múzeumot. A vár aljában 18. századi, de ma is működő vendéglő áll, a Szarvasház. Egykor a palota vízellátásának gépháza volt. Ma kaszinó ez a gyönyörű épület. A Gellérthegy és Várhegy közötti területet nevezték Tabánnak, mely a városfejlesztésnek esett áldozatául. A bécsi Grinzingre emlékeztető hangulatos városrészt ma már csak fényképeken vagy festményeken láthatjuk. Gellért püspök szobra áldón emeli kezét a város fölé.
hegy lábánál áll a népszerű Gellér gyógyszálló, fürdő és strand. A szecessziós épület együttes, fényűző, több mint 300 ágyas szállodát, gyógyfürdőt, fedett és nyitott uszodát, valamint strandot foglal magában. Belső tereit művészien alakították ki, szobrokkal, mozaikokkal díszítették. Radioaktív, mézhidrogénkarbonátos gyógyvize reumás és izületi panaszok gyógyítására alkalmas. A termálfürdő mellett nyitható tetejű uszoda, pezsgőfürdő és hullámmedence szolgálja a kikapcsolódást. Lapozó teraszait szobrokkal és vizeséssel díszített, növényekkel dúsan beültetett park veszi körül. A Gellért szállóval szemben a hegy oldalán áll a különleges sziklakápolna. Egyesek szerint ez a barlang lehetett Pest névadója. A Gellért hegy szláv eredetű középkori neve ugyanis Pesthegy volt. A Pest szó jelentése pedig barlang. Búcsúzóul, sétáljunk fel a Gellért hegy tetejére a Citadellához, és a híres szabadságszobor alól tekintsünk végig még egyszer a városon.